Idén október 15-től november 15-ig tartott a Horvát Könyv hónapja, melynek keretében a Pélmonostori Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárában is számos program megrendezésére került sor, melyek elsősorban a fiataloknak, a gyerekeknek szóltak. Hogy mik voltak ezek a programok, és milyenek manapság az olvasói szokások, arról Molnár Mónika kolléganőm kérdezi a Pélmonostori Városi Könyvtár keretében működő magyar könyvtár vezetőjét, Rabbi Zsoltit. Üdvözlöm stúdiónkban Rabbi Zsoltit, a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárának vezetőjét. Szia, üdvözöllek! Szia, köszönöm szépen a meghívást! Túl vagyunk éppen a könyv hónapján. Ez alkalomból ugye nálatok is a könyvtárban több programot valósítottatok meg, jártak hozzátok csoportok, látogatók, gyerekek, óvodások. Pontosan milyen programokkal készültök erre az időszakra? Igen, a könyv hónapja minden évben október 15-től november 15-ig tart, és valójában ez a legforgalmasabb időszak a úgy mondhatom. Az idei program a fiataloknak, a gyerekeknek készült, úgyhogy mi is olyan programokkal készültünk. Uh, amit kiemelnék valójában, az már hagyományos, tehát minden évben ebben az időszakban nagyon sok, ahogy mondtad, gyermekcsoport látogatja meg a könyvtárat. Ilyenkor minden elsős, középiskolás és általános iskolás diák Pélmarostor város területéről ingyenes tagságban részesül, körbevezetjük a gyerekeket a könyvtárba, bemutatjuk a... a a szabályokat, magát a könyvtárat, és hát valójában eh, megpróbáljuk közelebb hozni a, 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 nem csak a könyvtárat, a könyvet, hanem magát az olvasást is. Tehát bemutatni a könyvtárat, mint egy, mint egy szintén szórakoztató helyet is. Azért az okos telefonok és a laptopoknak, a, meg a tableteknek a világában hogyan állnak a gyerekek magához, a könyvhöz? Hát igen, valójában eh, 10-15 éve fönnállt egy ilyen veszély, hogy esetleg a könyv és a könyvtár ezen a szinten háttérbe szorul, de valójában éppen a fordítotja történt, hiszen a könyvtár fölkarolta mindezeket az új technológiákat, és mi is használjuk szolgáltatásaink során, úgyhogy csak jót hozott az új technológia a könyvtárba, tehát a könyveket be tudjuk mutatni ilyen módon is, tehát, sőt, most mikor ez a korona időszak még inkább megtörtént ez a digitális nyitás, tehát a könyvtárnak előbb is volt a közösségi oldalja, de most az a munka, amit most befektetünk, és mindaz a tartalom, ami felkerül a, a közösségi oldalakra, szerintem nagy sikert aratott. És milyenek általában az olvasói szokások ma? Mi, mi az, ami érdekli leginkább az embereket? Mi az a műfaj, amit leggyakrabban kölcsönöznek? Hát, ja, hogyha szép tehát a szép olradalomról beszélünk, akkor leginkább a, a, a szerelmes legények, a, a krimi a regények, krimi ezek, ami a legjobban a menő a szak, szakirodalomot nézve talán a, a pszichológia, vallás, filozófia. Kinek, hogy de talán ezek a területek azok, amik legjobban érdekelik az olvasóinkat. A gyermekrészregről akkor a legkisebbeknek, hát ő valójában az a legfontosabb, hogy valami színes legyen, nem annyira olvasnak, olvas nekik valaki, de hát a, a dénok, a manók, a tündérek, azok mindig aktuálisak nálunk, a kicsit idősebb beknél mondjuk rá az utóbbi, Tíz évben talán a Harry Potter azt, azt lesz, elő, nem lehet le, a top listáról, úgyhogy az, az, az maradt akkor még esetleg említeném a Jeff kinney a szorozát egy roppi naplója, ami, ami nagyon, nagyon populáris a magyar szemszögből, a Bartos Erikának a, a képes könyvei nagyon népszerűek a gyerekek között, úgyhogy tényleg mi igyekszünk mindezt biztosítani az olvasóknak, és még felkínálni ezeket a címeket. Azon kívül, hogy felvettétek tényleg a fonalat a digitalizációval, meg ugye az online jelenléttel, emellett ugye számos személyes részvételű programot is szerveztek, ugye azért, hogy a gyerekek megismerkedjenek. Milyen programok voltak most az elmúlt konkrétan ugye az egy hónap igen. alatt? Igen, ahogy elmondtam, épp a gyerekeknek készítettünk sok mindent, tehát a, a hagyományos dolgok mellett volt nagyon sok műhely, többek között médiatartalomról, tartom médiatartalom keletkezéséről szóló műhelyek, fotóműhelyek, különböző szórakoztató, edukatív műhelyek, pillanatilag is még valójában tart, tehát szombatonként a legfiatalabbaknak, tehát az, ami, ami, amit csinálunk különben is, az még felerősült ebben a hónapban. Úgy szintén a könyvbemutatók is voltak a hagyományos módon is, de ahogy mondtad, a, a digitális nyitás megtörtént, úgyhogy próbálunk e, tehát digitális vagy az virtuális formában is most Épp nemrég, hogyha e, a magyar szengszögből nézzük, a, Bálint, a Bálint könyvét e, mutattuk be, úgyhogy igyekszünk aktuálisak lenni ezen a téren is. Mi a helyzet például az e-könyvekkel, illetve a hangos könyvekkel? Ezeknek a trendje most felívelőben van. Milyenek itt az olvasói, hallgatói szokások? Igen, valójában a korona időszak megjelentével felmerült ez, is, ez a kérdés is, az e és voltak ilyen indítványozások a, a, a mi részünkről is, de... Sajnos egy, egy ideig ez, ez valójában ezen a téren maradt csak, hiszen több volt a gond, a, a jogi háttér, a, a formai dolgokkal, úgyhogy egy ideig még maradnak a könyvek. Meg hát többnyire, amikor belép az olvasó, amikor kölcsönzőn vagyok, akkor azt mondják, hogy valójában az új könyv illat, tehát azt nem azt nem lehet felváltani semmivel. És az állomány tekintetében uh, hol tartotok most? Nemrég sikerült uh, bővíteni magát az állományt. Igen, mi rendszeresen uh, minden éven bővítjük az állományunkat. Uh, uh, az idén is sikerült uh, az előbbi szokásokkal úgy mondjam hasonlóan uh, könyveket veszerezni. Ez elsősorban a Betlen Gábor alap. A pályázatával és a horvát kulturális és Médiaügyi minisztérium pályázatának segítségével tudjuk biztosítani az anyagi hátteret. Szoktunk szintén jelentkezni a megyei pályázatokra is, úgyhogy ahogy mondom, az utóbbi 10-15 évben tényleg azt tudom mondani, hogy minden évben friss olvasni való kerül a polcokra. Ezek általában kortárs művek? Friss irodalom már, mint úgy értve, hogy, hogy leginkább kortárs irodalom, vagy, vagy vannak itt klasszikusok is? Hát persze vannak klasszikusok is, de hát amikor az olvasó belép a könyvtárba, akkor mindig azt kérdezik, hogy mi az új, úgyhogy akkor próbáljuk követni a toplistákat a az olvasunk óhajait, persze vannak szakmai követelmények is, amit, amiket követni kell a, a, a könyvbeszerzés során. Úgyhogy mindezt összevéve, akkor összeáll egy lista, és jöhetnek az új könyvek. És ha meg kéne fogalmazod egy üzenetet azzal kapcsolatban, hogy miért érdemes olvasni ma, akkor hogy szólna ez az üzenet? hogy Aki szeret utazni, nekem, nekem elsősorban úgy, a saját magamtól tehát indulhatok ki, nekem az olvasás egy nagy utazás. Szószoros és átvitt értelemben is. Úgyhogy aki szeretne utazni olyan helyekre is, ahova esetleg így nem bírál menni, de hát képzelet világában inkább, akkor arra szeretném bátorítani, hogy jöjjön be a könyvtárba, és olvasson. És még egy, hogyha már a személyes vonalnál vagyunk, akkor van -e esetleg javaslatod, vagy egy ajánlásod, hogy mit érdemes elolvasni? Van-e esetleg személyes kedvenced? Hát van több is, most, most így kapásból. Talán az a könyv, amely legjobban kiadott rám a Neil Donald Walsh könyvet Beszélgetések Istennel, ami valójában egy nagyon széles körű témát takar, úgyhogy nekem volt ez mondjuk rá, talán, hogyha már említettem az utazásra, a legnagyobb utazásom, úgyhogy bátorítani szeretném az a többi olvasót is, hogy próbálja meg. És hát akkor olvasásra fel. Köszönjük szépen, Nem. hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is.